A forgatási helyszínt az immár 25 éve működő Remiz étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. Paul Lillát a krizó csillogó ékszerei varázsolják még elragadóbbá. A műsorvezető frizurája a pomádészalomban készült. A Lillás reggeli a Facebookon is elérhető. facebook.com/lillásreggeli A műsor média partnere a Pécs Rádió. Lillás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség, egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés, és a háziasszony, Paul Lilla. Zenei karrierjét a Magyar Rádió gyermekkórusának tagjaként kezdte 1957-ben. Itt alkotta első színpadi műveit 8 éves korától. Tanulmányait a Bartók Béla Zenekonzervatórium zeneszerzés szakán kezdte, majd a főiskola jazztan szakán folytatta. Közben megalakította első saját együttesét Silicon, majd ZG néven, és a 60-as évek végére több országosan ismert dal zeneszerzője és szövegírója lett. Két évnyi katonáskodás következett a székesfehérvári helyőrségi fuvorzenekarban, ebben az időben alakult meg a Generál Együttes, amelynek zeneszerzője és billentyűse, majd vezetője lett. Dallait milliók énekelték és éneklik. Ki ne ismerné a Könnyű álmot, a Lehajtott fejjel, a Különös szilveszter című számokat. 1980-ban alapítóként vett részt a Rockszínház létrehozásában, melynek kezdetben zenei vezetője, majd igazgatója volt. A Lillás reggeli mai vendége az Artisjus életműdíjjal és a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Várkonyi Mátyás, előadó művész, zeneszerző, szövegíró. Tegnap, amikor készültem a beszélgetésre, akkor ugye hát a YouTube-on benyomtam az összes generál számokat, és hát visszaidéződött nagyon sok minden emlék. Kezdtem a Lehajtott fejjel, és aztán folytattam, és néztem a képeket is, és ezer-ezer ismerős bukkant elő a régmúltból. Úgyhogy aztán azon filozofáltam, hogy a régmúlttal kezdjük-e, vagy a közelmúlttal, hiszen annyira aktívan éled a napjaidat, hogy az döbbenet, de egy pár héttel ezelőtt pont itt egy felvétel kapcsán futottunk össze ezen a helyszínen, hiszen itt ide jöttél reggelizni, ebédelni? Valamit benéztem a törzshelyemre. Mitől válik egy törzshely valakinek a törzshelyévé? Ugye most itt a Remizben vagyunk, azért áruljuk el a kedves nézőknek, de ez azért is érdekes, mert én egy párhuzamot szeretnék vonni a generálos időszak törzshelyei között, hogy oda hogyan szoktak oda az emberek, és hogyan szoktak rátok, illetve hogyan szokik oda valaki valakihez, vagy egy társasághoz. Ez, hogy így fölmerült, nagyon érdekes, tudnélik, az, hogy régen mi volt a törzshely, és az, hogy ma, a két dolog között van összefüggés, mégpedig mezzodializ. Tudnélik, amikor a Royal volt a zenészeknek a törzshelye, meg az Erzsébet söröző, ez nagyon régen volt, még a 60-as évek végén, 70-es évek azóta elején. Azóta egyik sincsen. Már nincsenek, igen, illetve más van a helyükön. Akkor az Aliz a Royalban dolgozott. Aha. És tulajdonképpen én először ott ismertem meg, mint pincér, nőt, és később aztán összebarátkoztunk Meződi Józseffel, mint az apostol énekesével, a Várklubban egyébként, és akkor kiderült, hogy ők már pár. Tehát egy nagyon érdekes, kacifántos történet volt, aztán összebarátkoztunk, később szegről végről családi kapcsolat is lett belőle, és barátság, úgyhogy gyakorlatilag a zenész pályámat ugyanúgy végigkíséri a Meződi családdal való kapcsolat, és természetesen az összes
élethelyzetüket ismerem, tudom, ismerem az előző helyeiket is, ahol ők dolgoztak, illetve ami aztán az övék lett, és a remiz tulajdonképpen már akkor készült, amikor mi már nagyon sokat jártunk külföldre, turnéztunk együtt az öreggel, így mondom a Meződi József nevét, mert én így hívom, és akkor elhívtak, hogy nézzük meg, hogy mit lehet ebből csinálni, ebből a kert helyiségből, mert vannak tervek, és úgy volt, hogy egy ilyen kis kiránduló hely kiszolgál lesz, megállója, ami reggeliző lesz, meg ilyen volt, emlékszem az elején még volt egy kis táncparkett is, és azon táncolnak a nézők. Aztán az élet persze másfele vitte el a dolgot, és lett belőle egy nagyon-nagyon jó étterem, és egy nagyon híres Budapest szerte híres étterem, ami gyakorlatilag végigkísért az elmúlt 25 év vendéglátós pályáját, és azt hiszem, hogy itt nincs olyan magyar híres ember, aki ne fordult volna meg. Visszatérünk az elejére, hogy említetted, hogy a Royalba, illetve az Erzsébetbe ültetek, és zajlott az a fajta forrongó zenész világ, amelyből nagyon jó dolgok sültek ki, hiszen ott találkoztatok, ott szövődtek barátságok, zenész kapcsolatok. De neked ez visszanyúlik még ugye egészen a rádió gyerekkorusára, illetve a Bartók Konzira. Ti egy lázadó, tehát azt gondoltuk mi, akik nem voltunk akkor zenészek, hanem rajongók voltunk, hogy egy lázadó ifjúságnak a zenei világával találkozunk, és közben pontosan te vagy arra a példa, hogy egy hihetetlen, precíz, zenei múlttal, nagy tudású, felkészültséggel rendelkező, gyerekkorától ezer szállal szakmához kötődő és szakmára készülő zenésszel, profi zenésszel állunk szembe, hiszen már a Konziba is, mint zeneszerző szakos mentél, és a rádiógyerekkorosban mindent megtanultál. Milyen volt az a közeg? Tehát mennyire voltatok lazák, és mennyire voltatok fegyelmezettek? Úgy gondolom, hogy az volt a legcsodálatosabb ebben a korszakban, hogy megpróbálhatta az ember a lehetőségen tereit tágítani. Tehát nyilvánvalóan volt egy egyenes út, a zeneiskola, a gyakorlás, a fegyelem, a gyermekkórus, tényleg az a fegyelemre nevelt, de ugyanakkor az embernek szüksége van arra is, hogy kicsit a könnyökével helyet csináljon magának a világban. Ez volt a rockzene. És én nagyon sokat köszönhetek a rockzenének, és sok-sok olyan kortársam van, aki nem ezen a pályán indult el, és hát sajnos nem igazolta az élet az, hogy a kitaposott út és ösvény a legjobb. Azt hiszem, hogy néha rá kell menni a fűre, rá kell lépni a fűre, ahol tilos, és ráadásul az ember olyan dolgokat tanult meg, hát egy más társadalmi környezetben éltünk, ahol minden elvileg szabályozott volt, de mi meg magunk urai lehettünk. Tehát magunk gondolkoztunk, magunk furtunk, faragtunk, magunk könyveltünk, pénzt kezeltünk, menedzseltünk, ez egy nagyon nagy érték volt, és engem ez vonzott, és ugyanakkor tényleg, amit mondasz, hogy a társasági élet, az, hogy mindenki mindenkit ismert, az, hogy egymástól csábítottuk el a zenészeket. Nálatok szóval aztán bőven volt rá példa. Rengeteg volt. Ide ment, oda ment, visszajött. Hihetetlen. Nehéz volt megtartani a tagokat, hiszen akkor azért forrongott a zenei élet, tehát most az Illés Mellotomágát kivesszük az egészből. De a következő generáció, mert ti a következő generáció vagytok, ott azért tényleg az volt, hogyha volt egy jó személyiség, lásd Csárlit vagy Révés Sanyit, akik frontemberek, ki tudnak állni, és nem azt a fajta hátteret adják meg, mint amit te adtál, mert te voltál a biztos zenei háttér, a zeneszerző, a szövegíró, de ki kellett állni valakinek. Tehát akkor ezeket az embereket azért vitték. Persze, ez egy állandó, forrongó folyamat volt, szinte nincs olyan zenekar, amelyik egy évnél tovább állandó lehetett, talán az Omega volt, bár ott is voltak cserék, de ez volt a dolog természete, tehát így alakultak ki jó együttesek, mert ha megmaradt volna minden úgy, ahogy először alapítottunk együtteseket, akkor lehet, hogy aztán az nem lett volna életképes. Tehát ez egy útkeresés volt, egy állandó forrongás, állandó kipróbálása a másiknak, az új lehetőségeknek. Nem volt könnyű, mert ugye emögött ott volt egy hivatali apparátus, az Ori, a lemezgyár és az Interkoncert,
aki bele akart ebbe szólni, meg kotyogni, meg irányítani akart. Erről sok legenda, meg sok valós történet van, de azért megvolt az a fajta szabadság, hogyha nem akartuk, akkor nem úgy volt, ahogy mondták. Legfeljebb azt mondta mondjuk dr. Erdős Péter, aki mindenbe bele kotnyeleskedett, hogy a Vákonyi maga nagyon rosszul néz ki. És akkor ez volt, ez egy üzenet, kódolt üzenet volt, hogy nem tetszik neki, amit én csinálok. De azért meg lehetett csinálni például a második generált, ami egy nagyon nagy fordulat volt. És hát sok ember volt, sok tehetséges ember volt abban az időben, aki nem tudott ilyen helyzetbe kerülni, és elkallódott. Tehát mondok egy nevet, Magyar Orsi nevű gitáros, az egyik legjobb magyar gitáros volt abban az időben. Ma nem tudom, mi van vele, de nem, nincs a pályán. És még sok ilyen nevet lehetne mondani. Az igazság, hogy nagyon izgalmas korszak volt. Na nézzük meg, mit küldött nekünk a Meződi család. Köszönjük szépen! Nem tudom, hogy a padlizsán krémet ismered-e, de az az én kedvencem, úgyhogy az gyakorlatilag mindenre kikéri. Kötelezően majdnem megkívánik. Nagy gurmanok vagyunk mi otthon, a gyerekeim is mind csodálatosan főznek, úgyhogy már igazából arra kell vigyázni, hogy ne együnk túl sokat. Az nehezen megállni. Na, nagyon hát, finomakat főzni. Mire oda kerül a sor a beszélgetés, hogy megkóstolhatjuk. Addig csak nézegetjük. Szóval elkalódtak, ott tartottunk, mint a Magyar Orsi. Igen, és ez nagy kár, mert ugye avval több lehetett volna a zenei élet. Én annak idején egy kicsit egysikúnak tartottam ezt az Illésmetró meg a felállást, mert ez egy természetesen kialakult dolog volt, mert ők kezdték először, tehát az előbb említetted, hogy második generáció. A második generációnak még nehezebb volt a dolga, sokkal. Uh-huh. Tehát most sorolhatnánk a Fenyőtől kezdve mindenkit, akik igen, aztán második generációsok lettek. Tudjuk, az első az nagyon rátelepült a másodikra, szinte nem lehetett mozogni, nem volt levegő. Uh-huh. Olyan helyzeti előnyben voltak azzal a 4-5 évvel, ezek a fiatalok, nagy lemez, film, igen, koncertek, állandó turné, lemezek, stb., hogy a második generáció úgy gondolt, hogy itt nagyon-nagyon nehéz lesz talpra állni. Ehhez képest ti nagyon belerobbantatok az első generállal a köztudatba. Ehhez talán kell. Félelmetes is volt. Ehhez kell a szerencse. Ez az, amit nem lehet előre megtervezni. Ugye úgy történt, hogy volt egy zégi együttes, a Révés Sanyi, a Novai, a Szikora meg én. Ez volt az utolsó zégi együttes. Az első zégében lenne volt a két fekete fiú. Másodikban, az első a konziba volt, amikor csak konzisok voltak, aha, benne, Márta Pista, akkor gitározott Antal Jancsi. Őróluk nincs is fénykép. Hát igen, lehet, hogy valahol van, én még nem láttam. Nagyon korán elkezdtük, ott a másodikos voltam a gimnáziumban, amikor a zégi alakult. És onnan kezdve tulajdonképpen folyamatosan változott a zenekar, amit az elején említettem, de a végén ott volt az a 4-tagú ZG, aha, amiből engem bevittek katonának, tehát kicsippentetek, amíg voltam a zenekarvezető. És még egy dolog, hogy akkor én még úgy gondoltam, hogy énekes is vagyok, mert volt az Elment a Metro, meg Szakáldal, igen, hogy énekeltem is, de ez például a katonaság alatt elkopott. Tehát már én úgy jöttem, aha, vissza a generálba, ami már közben generál lett, hogy ott már volt elég bőven énekes, úgyhogy én is énekeltem, beálltam vokalistának, meg egy-két dalt énekeltem. De... Viszont a zenéket írtad. Egyébként egy másodperce megállítanak, mert pont tegnap meghallgattam az Elment a Metrót is, és azt gondoltam, ezt most föl kéne újra dolgozni, mert annyira aktuális. Igen, az akkor én is gondolkoztam. Végig gondoltad a szövegét? Hát ajánlom mindenkinek, hogy írja be, hogy Zégi együttes, Elment a Metró, hát hihetetlen. Igen, nincs semmi új a nap alatt. Az nagyon érdekes, hogy a szövegek és a tartalmak, és ez később a színdaraboknál, műzikeleknél még inkább érdekes, hogy ilyen ciklikusan, aha, újra és újra aktuálisra válnak. Hát most az egyik nagy nyári produkció volt ez, a Sztár csinálok a Városmajoriba, amit a Tatabányok csináltak. Hát azt mondom, hogy nincs olyan nap alatt. 30 éve íródott a Sztár csinálok, ugye körülbelül akkor mutattad, 30, kicsit még több, 36. 36, Jézus Mária, és ugyanazt a világot éljük.
Igen, és az igazság, hogy az emberi természet ugyanazokat a helyzeteket hozza létre, tehát itt most nem is neveket mondok, hanem magából az emberből ez jön ki. Jönnek jó dolgok is, meg rosszak is, meg érdekesek, meg érdektelenek. Lényeg az, hogy az visszaszélve a ZG történetre, amikor beneveztük a Ki mit tudra a mikrolitvokát külön, mert az akkor még egy önálló produkciónak is gondoltam, és benevezték a Ákos István volt akkor a zenekarvezető, meg a Novai Gabi főleg benevezte a generált a Ki mit tudra. És ott már aztán összeolvadt a két dolog, és hogy milyen véletlen nekem múlik, hogy tényleg akkor még Szűcs Judit is benne volt a csapatban mindenki, és egyszer csak ez a fajta révészes, vokálos hangzás, ez mindenkit elbűvölt, mindenki elájult tőle, pedig a lehajtott fejjel, meg jó pár számára Balatonon a Keszthelyi hullámétteremben is elhangzott még Zégin néven, tehát ezeknek meg volt az előzménye, de a közönség igazából csak aki mit tudunk, látta meg ezt, és a zsűri is természetesen. Most az, hogy egy rockos hangzást tudtatok behozni, és egy teljesen más zenei világot, és ez egy hihetetlen hangszereléssel és vokalitással párosult, ez volt az újdonság tulajdonképpen. Most nem akarom mondani, de most tényleg, ahogy tegnap hallgattam, időnként ilyen kvínes hangzások jöttek ki, tehát az, hogy 3-4 szólamú éneklés kristálytisztán megszólalt, ez egy teljesen új stílust hozott be a zenébe, ami szerintem a Neotonnál sem volt meg, tehát Erdős Péter nem volt egy bolond férfi, ő nagyon jól tudta, hogy miért csinálta meg azt a bandát, gondolom ti nem voltatok annyira kezelhetőek. Nem csak mi, a hölgyek sem. A hölgyek sem, igen. Tehát de látva ezt, hogy ez sikeres, az új formációt próbálta meg a maga ízlése szerint irányítani, jól gondolom? Abszolút igen, és még egy hátborzongató része van ennek a történetnek, mert ugye a generál ez a fajta vokállal kiegészített, lányvokállal kiegészített generál Hollandiába eljutott, és ott egészen fantasztikus karrier indult el. Ezt ma már nagyon kevesen tudják. Akkor Hollandia Hilversum Rádió volt az egyik zenei központja Európának, és oda minket meghívtak, ott úgy fogadtak, hát ez a 70-es évek elején ez egy egészen fantasztikus történet volt. Nagy Mercedesek vártak, meg villás reggeli. Még nem lillás villás? És befutott két számunk, az egyik az Everybody Join Us volt, amit ők írtak, a holland szerzők, akik ott nagy sztárszerzők voltak, a másik a Szélkakas. Érdekes volt a dolog, fordítva jött be a dolog, mert a Hilversumi rádióslágerlistát a Szélkakas vezette, és nem az ő daluk, de ettől függetlenül meghívtak másodszor is, hogy induljon be a promo, meg a karrier, stb. Másodszor már nem tudtunk kivenni. Viszont utána egy évvel vagy két évvel elindult az ABBA. Tehát ott voltunk... Azon a mergyén, igen, hogy világhírt lehetett volna csinálni. Ugyanaz a vokál, és ezt mondták is, hogy ez egy fantasztikus hangzás, ilyen vokál hangzás nagyon ritkán jön össze. És hogy ebből ők láttak fantáziát, és pénzt is akartak belefetszolni, csak nem tudtunk átmenni tehát Magyarországra akkor nem lehetett akármikor kilépni. 30 napos kintartózkodási engedés, utána x évnek kellett eltelni. Mit kellett volna ahhoz tennetek? Be kellett volna állni egy vendéglátós nyersdjébe ahhoz, hogy esetleg vagy kinti tartózkodási engedélyt kapjatok? Nem, az az igazság, ezek olyan gyorsan zajlanak, ezek az események. Tehát erre vagy ott, vagy elszállt a lehetőség. Akkor ott, vagy soha többé. Aha. Mert akkor azt igen, mondtad, ez nyugat. Igen. Akkor ez már nem. Bonyolult ebben macerás foglalkozni, meg nem biztos, hogy bejön. De itt igazából a hármas dolog, ugye a generál, aki ezt elkezdte, a Neoton, ami egy stílusváltás, ami ott is volt egy másik Neoton előtte, aki átvette ezt a háromlányos történetet. Egyébként mostanában hallgatok egy rádiót, ahol nagyon sok korai Neoton vokális zene van, azok nagyon jók voltak. Szóval azok ott még a háromlány nagyon jó szólt. De hát más volt nyilván, mint a generál, és akkor van ez az ABBA történet, amiben hát úgy csak elálmodizik az ember, hogy milyen lett volna.
de hát az abban csak négyen voltak, ők így is feloszlottak, nem tudom hányan voltunk, hány része oszlottunk volna föl. A lényeg az, hogy voltak lehetőségek, és volt, megcsillantak ilyen kis csodák, de amikor ezek nem jönnek össze, és akkor visszatérünk, hogy miért oszlik föl egy zenekar, hát azért, mert a útkeresés minden, meg a csalódás is benne van, meg biztos akkor ez már nem fog menni, csináljunk mást. És közben jönnek a másik zenekarok, másik vezetői, csábítanak ide, csábítanak oda. Szóval, ahogy kialakult a profizmus, egyre inkább mentek ezek a elcsábítások. Generálnak két nagy korszaka volt, ugye az egyik a révéssanyés korszak, mikrolit vokállal, a másik a csárdis korszak. És akkor ebben az időszakban már az életedbe belépett Cserháti Zsuzsa is, akinek dalokat tudtál írni. Itt csak egy-két számot gyorsan megemlítünk, mert a Különös Szilveszter egy ilyen szám volt, amit ugye Cserháti Zsuzsa írt. Tehát hogyan írod a dalokat? Tehát a személyre szabod, a hangjára írod, tehát hogyan születtek ekkor ezek a nagy slágerek? Ha már konkrét felkérés van, akkor igen. Tehát, hogyha tudom, hogy egy Cserháti lemezre kell írni egy olyan dalt, mint a Ne hagyj egyedül ma este, ami szerintem most méltatlan eltűnt, és szeretnénk egy kicsit föleleveníteni, akkor beleképzel, tehát oda képzeli az ember a Zsuzsát, vagy a Csárlit, vagy... De hogyha úgy írni akarok egy dalt, akkor az más. És hát a színház az meg pláne olyan, hogy oda aztán nagyon kell tudni, hogy mit akar az ember, milyen figurára képzeli el a szerepet. Tehát ez egy ilyen összetett dolog, nincs rá aranyba vésett szabály. A lényeg az, hogy így is úgy is lehet, de ha inspirál egy ilyen előadó, mint volt a Zsuzsa, vagy a Charlie, vagy a Révész, aztán mondhatnám a rockszínházasokat, Malek Andrát, vagy a Szolnoki Tibit, vagy a Kovács Krisztát, akkor azért az nagyon sok töbletet tud adni, könnyíti a munkát. Hogyha már itt megemlítettük a rockszínházat, akkor a következő nagy állomás a rockszínház volt. Alapító tagként kerültél oda, alapító igazgatóként, zenei vezetőként, karmesterként. A zene az a kis ujjadban volt, azzal nem volt gond. Az, hogy a hangszereket hogyan szedtétek össze, és hogyan csináltátok meg a háttért, az meg egy külön történet. Szegény Miklós Tibivel rengeteget beszélgettünk annak idején, erről Isten nyugtassa. Hát hihetetlen akadályokon kellett átmennetek, mert azért az a fajta színház csinálás az egészen más volt, mint most. Igen, és a szenvedés tartott életben, szoktam mondani, mert olyan feladatok voltak, amiket meg kellett ugrani, tehát képzavarral érve át kellett ugrani, és ez állandó lendületet adott. Az, hogy mindenki tanult is közben, és volt oktatás, és volt képzés, és olyan emberek, mint a Jesza, a Jeszenszky, akkor a mondták, ilyenek voltak a tanárok, hát fantasztikus volt az egész. Szóval a koncepció nagyon jó volt, és hát ott is megint csak csoda történt, mert hogy az Evitával úgy berobbantunk, hogy magunk is megbántuk. Hát egyébként ijesztő tud lenni a siker, mert azt az ember föl kell, hogy dolgozza, és aztán utána hogyan tovább? Ijesztő is, és hát nagyon veszélyes. Mert hogyha valaki nem kapcsol vissza, vagy nem ül le egy 5 perc, hogy ezt végig gondolja, akkor tragédiák lehetnek belőle. Tehát ez nézd meg, most hirtelen a Szépség királynők jutottak eszembe. Igen. Hány lett öngyilkos? Nem sokkal azután, hogy megnyerte, mert utána, ha nem tudja folytatni, és nincs meg az, akkor utána jön a... Igen, az a belső üresség, az a fél öregyben a belső kongó, úgyhogy ez a Békéspali így nevezte, hogy én vagyok a legfontosabb a világon, mindenkinek megvan ez a fajta egója, hogy én vagyok a legfontosabb, egyszer csak senki nem foglalkozik velem. Az borzasztó érzés lehet, és ebben a csapatjáték az nagyon sokat segít. Ezért például egy szépségkirálynő az nem tud csapatba szépségkirálynő lenni, úgyhogy ez a tragédia abból is ered, de egy színház az mindig ugye fölhúz, vagy ad új impulzusokat, még ha vannak is problémák, de a következő munka megint olyan, mintha előről kezdenénk. Illetve aztán már sok idő múlva, tehát 10-15 év múlva, ez már nem ilyen egyszerű. Ezeknek a biológiai formációknak megvan az életük, élethosszuk, mert azért színházak is elkopnak. Hát nem tudok olyan példát mondani, ami nem ezt igazolná, de az az első 5 év, az biztos, hogy a világ legnagyobb csodája volt, és mindig, amikor az ember új dologba kezd,
és csapatot hoz össze és épít, az a világ legnagyobb csodája. Ilyen típusú rock musicalből, mint a Sztár csinálók, most már nagyon sokat jegyzel, és most is folyamatban vannak új munkák. Ezeket mennyire, hát az, hogy ezek időtállók, ezt már az idő bebizonyította, lásd, Sztár csinálók. Amikor az elsőt írtátok, írtad a Sztár csinálókat, akkor az alapötlet az kié volt? Miből merítkeztetek? Mennyire volt ez magyar, mennyire volt külföldi? Semmi előéletünk nem volt, illetve volt a Jézus Krisztus Superstar meg az Evita, amit persze ismertünk, de az, hogy magyar musicalt, magyar rockoperát, mert akkor rockoperának hívtuk inkább, mert végig zenés műveket írtunk, tehát kevés prózával, azt én erőltettem az első évben, de aztán a Tibi meggyőzött, és ebben igaza volt, hogy a nagy áttörés az nem lett egy magyar darab, hanem legyen egy világsiker, és azzal aztán megágyazunk. Tehát így volt, hogy első év Evita, a második Sztár csinálók. A Sztár csinálók ötlet az tulajdonképpen úgy alakult, hogy ültünk hárman egy zsiguliba, mentünk Zsenyére dolgozni, Kovács Jancsi, a Miklós Tibi meg én, és akkor témákról beszélgettünk, és így jött elő a Néró. Mert hogy látványos legyen benne színpadi hatás, és legyen mondani való is, és akkor azt én vetettem föl, hogy legyen Néró és Sztár csinálok címem. De hát az akkor még csak egy nyers ötlet volt, utána jött a munka keményebb része. Az igazság az, hogy mi nem olyan mai értelemben vett műzikeleket írtunk. Azért ez kicsit el van csúsztatva a mai értékrendekben, mert mi színházat csináltunk. Uh-huh. Tehát témaválasztásban főleg vagy irodalmi alapanyag, vagy valami nagyon érdekes anyag legyen. Zeneileg nem ragaszkodtunk a legkonkrétabb napi sláger formákhoz, hanem recitatívótól kezdve minden olyan zenei elemet használtunk, sőt modernebb hangzásokat is. A szövegben is a költészet felé mentünk, tehát gyakorlatilag egy igényesebb dolgot szerettünk volna, illetve szerintem sikerült is csinálnunk. Kicsit elhanyagoltuk a szórakoztató ipari részét, pontosan ezért, és azért volt aztán könnyű az újabb formációknak betörni, mert ott viszont az volt abszolút a show business. Az angolok ezt is így is hívják, a show business. Az nyilvánvalóan populárisabb, meg nem kell rajta elgondolkozni, mint például egy bábjátékoson, ami azért, hogy mondjam, csak még ma is kapkodták, tavaly Sopronban volt, kapkodták a fejüket a nézők, hogy akkor most ezt hogy is kell értelmezni. Szóval az igazság az, hogy az én személyes alkotói ideálom ez, nem feltétlenül a sikerért írok egy darabot. Persze az ember, hogyha megír valamit, akkor az nagyon jó, hogyha siker is lesz belőle. És a gyakorlat viszont ezt mutatta meg. Még visszatérünk egy picit a kezdeti időszakra, hiszen írtad, illetve hát úgy kezdeti időszakra, hogy írtad, hogy egyik cikkedbe, vagy mondtad egyik cikkedbe, hogy marha nehéz volt összerakni egy színházat, úgy kellett összekoldulni a hangszereket, a díszletet, a mindent az ég adta világon. Nem volt próbahelyetek, azt meg kellett keresni. Nem volt állami támogatás, nem volt dotáció. És ugye benne voltunk még keményen a szocializmusba. Mi volt, vagy ki volt az, aki a háttérből mégis valamilyen úton módon támogatott benneteket? Vagy egyáltalán bólintottak? Mikor jött az áttörés, hogy végül is elismert színházzá váltatok, lett egy bizonyos büdzsé, amiből gazdálkodni, amiből tervezni lehetett. Lehet az ember állati okos meg szép, hogyha nincsen mögötte lehetőség. Igen, hát akkor még pályázati rendszer nem volt, tehát mindent a mai értékrendszerint nem lehet visszamenőleg megítélni. Nyilvánvaló, hogy kapcsolati tőkét kerestünk, tehát mindenki megpróbálta saját lehetőségeim belül olyan embereket meggyőzni, akiknek van döntési joguk. És akkor mentetek házalni? Állandóan mentünk házalni, az Oritól kezdve a Kis Központi Bizottságon át, mindenhova kellett menni, ami akkor ült a pénzes ládán. Aha. Nagyon leegyszerűsítve, de
olyan értelemben semmiféle politikai elkötelezettséget nem vállaltunk, erre én nagyon is vigyáztam, hogy ez attól függjön, hogy most a politika mit, hogyan és mit kegyel. De volt egy ilyen nyitás, tehát az az igazság, hogy nyilvánvalóan volt az akkori politikának egy olyan fajta szándéka, hogy megtalálja az újabb generációkat, a fiatalokat, és ebben a popzene is benne uh-huh. volt, és a színházi, korszerűbb színházi műfajok is benne voltak, és ez egy 5 éves folyamat volt, 80-tól, amikor elkezdtük, 85-ig gyakorlatilag ez a fajta háttérmunka folyt, amikor is valamilyen csoda folytán úgy döntöttek, hogy akkor erre ez egy állami színházzá váljon. Ami egy abszurditás, ha belegondolunk, mert se épület nem volt semmi, amit uh-huh. felsoroltál, és gyakorlatilag ebben, hogy mondjam, bekódolták a jövőt, mert előbb-utóbb ez működésképtelenné kellett, hogy váljon, hogyha nem nőtt a támogatás, vagy nem lett volna színházi épület, stb. És akkor még nem volt magántulajdon ilyen értelemben. Emlékszem, hogy még visszatérve, hogy a generál vett egy kis teherautót, akkor az Omega, a Lokomotív, a Scorpio és a generálnak volt teherautója, és emberek megállítottak, hogy lehet elintézni, hogy legyen egy teherautó. Na ezt ma senki nem érti. Tehát ugyanez volt az épülettel, gyakorlatilag a színház 15 és fél vagy 16 éves működés arról szólt, hogy minden épületet megnéztünk, hogy lehet-e ebbe színházat csinálni. És hát nyilván az nem ment, hogy más bekerüljünk a hivatalos színházi struktúrába, mert az, hogy mondjam, csak mind nagyon merev volt és nagyon fölülről irányított, úgyhogy nekünk ez meg volt előre írva ez a sors. De a lényeg az, hogy az a 15 vagy 16 év, amíg ez működött, azért nyomot hagyott a magyar kultúrába szerintem. Egy picit a színházból átmenjünk a rádióba, és a rádió könnyű zenei osztályára, illetve zenei osztályára. Hogyan fogadtak, te képzett zenész voltál, azért egy idő után biztos helyed volt ott is bent, hangszerelésben, ebben, abban. Hogyan sikerült beintegrálódnod oda? Hát én a rádióban nem dolgoztam. Akkori könnyűzenei osztály az a élet halálúra volt, nekem ez így rögzült, hogy oda be kellett jelentkezni, nagyon-nagyon nehéz feltételek voltak, a Sanzon bizottsága engedélyeztetni, uh-huh. akkor beadni a kottát, pecséttel, szóval jó bürokratikus volt, és kaptam olyan visszajelzéseket, hogy mit tudom, a Törökvész című szám, érdektelen, fantáziátlan, és nem mond semmiről semmit. Úgyhogy ezt elutasított uh-huh. a Sanzon bizottság. A Törökmész. Igen. De igazából ez persze arról szólt, hogy megnézték a tartalmát, hogy itt boldogok az emberek, az nem lehet egy tánzzal szövegbe, és azért mondtam a tánzzalat, mert uh-huh. ők ezt igen, hívták. Igen. Nagyon nehéz volt, és hát voltak olyan hivatalnokok, akik keresztbe feküdtek. Volt egy idő, amikor ki voltunk tiltva, mint generál, teljesen a rádióból, és minden egyes rádiófelvétel és a lemezfelvétel, és az egy öröm ünnep volt nekünk. Tehát nehéz volt, nagyon nehéz volt. A szakmaiság itt nem annyira számított. Tehát uh-huh. igazából persze tudták, hogy van egy képzettebb zenész, amelyik zenekarban volt, arról tudta mindenki, hogy a Presser járt konziból, vagy a Balázs Fecó járt konziból, vagy én. Ezeket tudtuk, de ez nem jelentett semmi pluszt a karrier szempontjából, ez inkább ilyen szakmai érték uh-huh. volt. Tehát akkor végül is egyáltalán ugyanazt a kemény utat kellett végigjárnotok minden alkalommal. Tehát akkor soha nem, most ez nem jó kifejezés, de soha nem lettetek kegyeltjei a rádiónak? Tehát rádiónak én így értettem, soha. A rádiónak soha. A lemezgyárnak így értettem pedig a beintegrálódást. Igen, igen. A rádióban nem, ott mindig nulláról kellett indulni. És a lemez... Bolba Lajos volt ott a háttérben? Hát, vagy? Na igen, ő volt nagyon sokáig Bolba Lajos volt, akivel aztán utána nagyon jó barátságba keveredtünk, de hát akkor mindenki ő a saját pozíciójából nézte a világot. Uh-huh. Bágya András tanárod volt ugye a konziba is, meg később. Ő nem tudott segíteni? Hát ő azért elég jó pozícióban volt a rádióban. Nem, ez így föl sem merült. Föl sem merült. Lehet, hogy ez az én természetemből adódik, de én úgy soha nem tudtam oda menni valakihoz, hogy ugyan segítsen, mert uh-huh. gondoltam, lerakjuk az asztalra, ami a dolgunk, és akkor majd eldől.
Például a bágyával nagyon, hogy mondjam, nagyon nagy tisztelettel néztem fel rá, de mint hangszerelő tanáromra, de soha ez szóba nem került. Tehát ez a két dolog teljesen különment. És nem is gondolom, hogy ez talán nem is működhetett volna. Az elmúlt időszak megint egy másfajta zenei világot hozott. Hát egy olyan színház csináló embernek, vagy zenét csináló embernek, mint te, mindig kellenek az új kihívások. Hogy áll most a Mária és Terézia, mert ez a legújabb darab, legalábbis amiről olvastam. És könnyebb-e ma színházat csinálni, vagy egy darabot színpadra vinni, mint annak idején? Illetve mikor, mik a nehézségek? A Mária és Terézia az egyelőre alszik, mert az igazság, hogy ez úgy készült Fábri Péterrel, hogy volt egy pályázat, amire mi ezt beadtuk, aztán végül is visszavontuk a pályázatról a darabot, mert nem volt elég komoly a dolog. De a pályázat nem volt elég komoly? Igen, igen. Hát kiderült, hogy nem is adták ki az első díjat. Úgyhogy még az első döntés, első fordulónál kiléptünk, és elhatároztuk, hogy megírjuk. És akkor elkezdtünk vele házalni, gyakorlatilag nincs olyan magyarországi színház, vagy legalábbis olyan zenés játszó színház, akinek nem jutattuk volna az anyagot, és egyszer nem indul be a fantázia, ugyanolyan előítéletesség van az operettel szemben pozitív és negatív értelemben, mint régen volt a beat zenével. Tehát ezt nem lehet megújítani. Uh-huh. Ezt nem lehet. Ez kizárt dolog. Ezt nem lehet. Azért mondjuk el a nézőknek, hogy itt egy új operettről van szó, ami tulajdonképpen áttörést lejelenthetne. Tehát egyszerűen hiába próbálják azt mondani, hogy az operettet nem szeretik az emberek. Az operettet imádják az emberek. És hogyha pláne ez, még visszatérek egy gondolat erejéig, most nem akarom mondani a nevét, mert rengeteg rockopera született az utóbbi időben. De azon a pár rockoperán kívül, ami úgy tényleg fönt maradt, olyan egy kaptafára mennek, olyan egysikúak, hogy egyszerűen nem lehet őket megkülönböztetni. Tehát ezért kellene a műfajnak az a fajta megújulás, hogy igenis legyen egy újfajta operett. Hát én úgy gondolom, hogy ez nem csak, hogy mondjam, elhatározás kérdése, ez kötelesség is egy picit Magyarországon, ahol ugye a hungarikumok között az operett előkelő helyen van, és én úgy gondolom, hogy ugyanaz a fajta rugalmatlanság van a színház csinálókban, amiért megcsináltuk a Rockszínházat, hogy akkor is volt operett színház, de mi azt gondoltuk, hogy ezt másképpen kell csinálni. Most is úgy gondolom, hogy operettet kell csinálni, másképp kell csinálni, mint annak idején, mert azok a hatások, zenei hatások, gondolkodás, stb., ami azóta történt a művészetben, az hatással van, tehát meg lehet ezt újítani. Nem biztos, hogy ez a Mária és Terézia lesz az, de a szándék ez. A másik pedig, hogy azok a fajta szerzők, akiknek van dallamkészségük, harmóniaérzékük, stílusérzékük, azoknak ezt meg kell próbálni. Lehet, hogy aztán nem lesz mindegyik sikeres, de tovább csak akkor fejlődik egy műfaj, hogyha csinálják. Az, hogy most nem csinálják meg, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy mi otthon a demót berakjuk a fiókba, dolgoztunk vele egy évet, vagy másfél évet, egyszer majd csak előkerül, és akkor lehet, hogy olyan meglepetést tud okozni, de hogy visszatérve a kérdés, hogy könnyebb ma színházat csinálni, vagy nehezebb, szerintem nehezebb, már csak azért is, mert nagyon nagy a konkurencia, de igazából azért nehéz, mert nehéz a figyelmet és az emberek érdeklődését annyira fölkelteni, hogy oda menjenek, és megtörténjen a csoda. Tehát igazából én azon gondolkoztam, hogy ennek is az lenne a jó formája, hogyha ugyanúgy megcsinálni Partizánban, most ilyen régi szóval érve, és az talán érdekesebb lenne, csak hát itt jön a pénzkérdés, ami mindig a színház csinálás egyik alapvető problémája volt, és lesz is, amíg világ. Hát ráadásul most ugye az emberek olyan látványvilághoz vannak hozzászokva, tehát amit még jelzésekből meg lehetett csinálni annak idején, igen, a Rockszínház idejében, azzal, hogy fönn volt egy rockzenekar a színpadon, és mellette ment a játék, az most lehet, hogy kevésnek bizonyul, mert a show business az teljesen elvitte. Egyébként ezért van az, hogy a tehetségkutatóknak a kiválasztottjai bajba kerülnek, mert
ott egy só van köréjük építve, és amikor el kell menniük Csajága röcsögére, és egy kocsmában föllépni, ott, ahol maximum egy zsinór tudnak bedugni, akkor hol van az illúzió? És köszönjük, hogy jaj, hát ez... Aztán megfogy erre, így igen. Van a vicc, egyébként görbalába. Igen, ez így van. Igen, igen. Az ifjúsági parkból szeretném, hogyha beszélnénk egy kicsit, mert az ifjúsági park az az életetekben egy fontos állomás volt, és most megint van ifjúsági park, csak máshogy hívják. Jártál-e ott? Nem. Nem. Miért nem mentél el? Az igazság az, hogy egy kicsit tájékozatlan is voltam a dologban, bár az ifjú park című darab miatt én ugye ebben jobban belástam magam, 99-ben, 2000-ben volt meg, 2001-ben Zalaegerszegen, és úgy gondoltam, hogy ez előbb-utóbb majd téma lesz, de az az igazság, hogy úgy a történelem kicsit másképpen volt, és most úgy néz ki, mintha olyan lett volna, mint amikor nem olyan volt. Tehát most ezt nem szépen megmagyaráztam, de oda kerülnek emberek, akik úgy viselkednek, mintha ők csinálták volna a spanyol viasz, de nem így volt. De igazából engem csak a darabon keresztül és a darab által fölvetett téma miatt érdekelt, meg a zenei, szövegi világa miatt. És hát ez is olyan, hogy hiába ment, mit tudom, x-szer Zalaegerszegen, meg itt-ott, azért nem törte át azt a bizonyos bűvös kört, ami az ismertséget jelenti. Úgyhogy várok, hogy esetleg majd valakinek eszébe jut, és akkor újra színpadra kerül. Ha a mai fiatalok játsszák el, akkor még az üzenete is jó, meg működik. De hát sok, hát 20 nem tudom hány darabom van, és hogy minden reggel, amikor fölébredek, azt mondom, hogy most ezzel ne foglalkozz, most azzal ne foglalkozz. Nagyon, nagyon nehéz. Hát itt most idén ugye a nagy munkám az a Messiás.ma volt, ami egy a reformáció 500. évfordulójára felkértek, és csináltam a Handel Messiásból egy mai kicsit átdolgozott változatot, ami nagyon nagy siker volt, és már el is most pillanatnyilag, hát pár hónapja volt, két hónapja, és már olyan, mint a 1000 éve lett volna. Szóval nagyon nehéz ezeket a dolgokat életben tartani, és bármelyik darabra gondolunk. Mi lesz ennek a Messiásnak az utóélete? Most szerveződik, illetve hát próbáljuk meg egy olyan formában újra gondolni, hogy ezt utaztatni is lehessen, mert 105 ember dolgozott benne, nagy kórus zenekar, Liszt Ferenc Kamara zenekar, operaénekesek, rockénekesek, szóval hihetetlen nagy produkció volt, és itt is a szervezés az nem volt kisebb, mint egy rockszínházat megcsinálni, csak ma már mondjuk sajnos nincs a Tibi, aki ezt elmesélje, mert én nem tudom annyira jól elmondani. És tervezzük, hogy ez folyamatosan legyen műsoron. Pont a Malek Andi hívott föl utána, hogy annyira jól éreztem, és annyira szereti ezt a dolgot, hogy csináljuk ezt tovább, csináljunk vele valamit, hogy ez működőképes legyen továbbra is. Úgyhogy ezen dolgozunk közösen most. Ezt a Reformáció 500-as bizottságnak ti adtátok be pályázatra, vagy pedig ők kértek föl benneteket? Ez felkértek. Ez egy engem. Nagyon nagy dolog egyébként. Ez egy igen. Nagyon nagy dolog. Hozzá kell tennem, hogy akkor viszont tényleg kellene. Hogy legyen persze, hát mindenki támogatja, nincs ezzel a baj, csak hát nem könnyű, de hát komoly szervezői munka folyik, és hát gyakorlatilag mindenki benne van, ami a legfontosabb dolog, aki volt, vagy aki lesz. Úgyhogy folyamatosan ezekkel dolgozni kell, csak most hát ha azt mondjuk, hogy volt sztárcsinálók, két helyre megy a Félőlény, szombat helyen újra lesz egy másik sztárcsinálók, a Dorian Gray lesz a Operett Kálmán Imre Teátrumba januárban, és még a generálok is mennek, szóval be kell osztanom az időt, van dolog bőven. Hát hála Istennek, nem azok közé, a zenészek közé tartozol, akiknek reggel, amikor felkeltem, úristen. Most mihez kezdjek, igen, hanem ott van a feladat állandóan. Egyébként szoktad a darabjaidat valamilyen szempontból nem is rangsorolni, hanem osztályozni? Persze, az természetes. Nyilván a sikeressége az egy nagyon fontos szempont, meg a nekem fontos üzenetek miatt. Tehát vannak olyan darabok, amik nem annyira sikeresek,
de nagyon fontos, amiről szól. Például nagyon kevesen tudják, hogy a Huxley Szép új világból is csináltunk egy Nagy Viktor egy darabot, Újvidéken ment sokáig. Ott például nagyon-nagyon aktuális szintén az egész mondani való, de a Dorian Gray-t mondhatnám, ami most éppen nagyon dolgozom. És hát egy nagyon fontos munkát el kell végeznem, ami a világváltozásából és a technika fejlődéséből ered, hogy úgy hagyjam itt majd a utódaimra a életművemet, hogy az átlátható és kezelhető legyen. Ez egy nagyon kemény feladat. Tehát mi még elkezdtük a ceruzával, radírral, vonalzóval, ma meg már ugye számítógép van. Úgyhogy gyakorlatilag most a Dorian Gray lesz az az utolsó darab, amit felrakok így digitálisan kottába mindenben számítógépre, és akkor gyakorlatilag egyetlen egy pendrive-on elfér az életmű, az ő számolzongató. Igen. Hát annak idején az egyik kereseti forrásunk a kotta másolás volt még gimnazista koromban, és éjszakánként írtuk, hát most látod, ennyire válj. Azt ugye az életművem egy pendrive-on elfér. Tényleg hátborzongató. Mennyire sikerült a technikát magadévá tenni? Mennyire kötelező ez egy zeneszerzőnek? Én egy technokrata vagyok. Tehát most itt ül egy két lábon járó technokrata. Éjjel-nappal azzal foglalkozom. Tehát nekem a technika, meg a barkácsolás, meg a számítógép, meg olyan, mint a szék. Tehát abszolút. És hát talán első voltam, aki számítógépes kottaírással foglalkozott, úgyhogy ma is nagyon, hogy mondjam, előjárok ebben, gyorsan tudok dolgozni, hál' Istennek. És hát stúdiót is csináltam, egy időben volt hangstúdióm. Szerencsém van, mert ezek bennem összejött ez a két dolog, szóval én nem ilyen lebegő művész vagyok, néha az is, de igazából ez a kettő megfér bennem békességgel. Mennyire fordulnak hozzád a fiatalok? Miben tudsz nekik segíteni? Hát erre a legjobb példa most a Generál, ahol ugye ott van a Mörg zenekar, ahol a Novai Gabi játszik zongorán, fantasztikusan zongorázik, a Várkonyi Zsófi az egyik vokalista, ez a családi vonás, és hát ugye a Zentai Márk az másik énekes, aki most a lírai dalokat énekli, illetve Marót Viki, aki szintén a női szólista. Nagyon jó az együttműködés. Én azt tapasztaltam, hogy ezt kötelezővé kéne tenni, hogy a két generáció dolgozzon együtt, vagy több generáció dolgozzon együtt, mert olyan impulzusok jönnek oda-vissza, hát ez olyan, mint a tanítás, hogy nekünk ad egy plusz energiát, egy új energiát, frissítést, mi meg át tudjuk adni azt a tapasztalatot, ami csak mi tudtunk megszerezni a 2.600.000 koncerten. Tehát például ez olyan csodás eredményeket szül, hogy mindenki csak csodálkozik, és azt mondják, hogy eljön egy Generál koncert, tényleg ezek a régi zenekarok már elég viccesen tudnak kinézni. Mi is ebbe tartozunk, de azért azzal, hogy látnak egy teljesen vegyes és együtt húzó csapatot, az olyan hatást vált ki, tényleg, mint 40 éve. Ugyanolyan üvöltözés van, meg sikítozás, meg minden. Szóval van félelmetesen jót csinálni, úgyhogy ilyen módon tudunk a fiatalokkal együtt dolgozni. És eszembe jutott, hogy két évvel ezelőtt az E-klubba volt egy koncertetek, ahol ott voltam, ez szenzációs volt egyébként. Megpróbáltatok, ugyanabban a sarokban beállt a zenekar, megpróbáltatok ugyanazt a hangzást hozni, és mi megint csak tinédzsernek vagy 20 évesnek éreztük magunkat. Igen, ez amit a Charlie mondott, nem én találtam ki, de ez részben a dalok csodája, hogy időtállóak. Tehát a Novai Gábor olyan, hogy mondjam, hatalmas pályájú zeneszerző. Most gondoljunk csak bele, hogy elkezdte a Corvina együttessel, vagy Rangers együttessel, Soltész Rezsővel más slágereket írt, aztán volt egy két Generál korszaka, volt egy Hungária korszaka, volt egy Dolly Roll korszaka, volt egy Nova és a Kultúrzenekar. Hát ilyen szerzők, azt hiszem, nagyon kevesen vannak még a világban is. Kis szerencsével lehet. Én ismerek egyet-kettőt, az egyiket úgy hívják, hogy Várkonyi Mátyás. Hát igen, azt majd a Novai mondja. De tényleg az van, hogy
ezek a dolgok, amik ritkán jönnek össze, az elején említettük a vokálhangzást, meg a generálnál. Szóval az egy csoda, és az tervezhetetlen csoda, hogy összejön 4-5 hang, és úgy szól, vagy a Beatlesnél az a 3, vagy 4, inkább 3, megismételhetetlen, és igazából ezek azok a nagy varázslatok, amik aztán életben tartják, és hogy mondjam, csak örökzöldé tesznek produkciókat. Ugyanez a zeneszerzőkre is vonatkozik, hogy meg a szövegírókra, Miklós Tibiről se feledkezzünk el, vagy akár többekkel is dolgoztunk, hogy olyan véletlen a csillagok állás, olyan véletlent hoz létre, hogy az a produkció, amit az emberek megcsinálnak, az több együtt, tehát utána ezt megtudtam, hogy ezt úgy hívják, hogy kollektív tehetség, mert utána néztem, hogy emberek egymásra hatása az olyan plusz energiákat teremt, amit egy ember nem tud megteremteni. Úgyhogy aki ebben benne volt az életében egyszer-kétszer, az azt hiszem nagyon boldog lehet. Azt hiszem, hogy ennél csodálatosabb végszó nem is kell. És el is futott az 50 percünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Jó étvágyat kívánok! Parancsolj! Nagyon otthonosan, nagyon jó volt itt lenni. Nagyon érdekes témákat hozott fel Lilla, és nagyon, hogy mondjam, nyitott, őszinte beszélgetést sikerült összehozni. Nagyon sok ilyet kéne csinálni, hogy az emberek tényleg megismerjék a dolgoknak a hátsó udvarát is. A forgatási helyszínt az immár 25 éve működő Remiz étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. Paul Lillát a krizó csillogó ékszerei varázsolják még elragadóbbá. A műsorvezető frizurája a pomádészalomban készült. A Lillás reggeli a Facebookon is elérhető. facebook.com/lillásreggeli. A műsor média partnere a Pécs Rádió. 1957-ben. Itt alkotta első színpadi műveit 8 éves korától. Tanulmányait a Bartók Béla Zenekonzervatórium zeneszerzés szakán kezdte, majd a főiskola jazztan szakán folytatta. Közben megalakította első saját együttesét Silicon, majd ZG néven, és a 60-as évek végére több országosan ismert dal zeneszerzője és szövegírója lett. 2 évnyi katonáskodás következett a székesfehérvári helyi őrségi fuvorzenekarban, ebben az időben alakult meg a generál együttes, amelynek zeneszerzője és billentyűse, majd vezetője lett. Dallait milliók énekelték és éneklik. Ki ne ismerné a könnyű álmot, a lehajtott fejjel, a különös szilveszter című számokat. 1980-ban alapítóként vett részt a Rockszínház létrehozásában, melynek kezdetben zenei vezetője, majd igazgatója volt. A Lillás reggeli mai vendége az Artisjus életműdíjjal és a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Várkonyi Mátyás, előadó művész, zeneszerző, szövegíró. Tegnap, amikor készültem a beszélgetésre, akkor ugye hát a YouTube-on benyomtam az összes generál számokat, és hát visszaidéződött nagyon sok minden emlék. Kezdtem a lehaltott fejjellel, és aztán folytattam, és néztem a képeket is, és ezer-ezer ismerős bukkant elő a régmúltból. Úgyhogy aztán azon filozofáltam, hogy a régmúlttal kezdjük-e, vagy a közelmúlttal, hiszen annyira aktívan éled a napjaidat, hogy az döbbenet, de egy pár héttel ezelőtt pont itt egy fel. Illetve máson eljököm. Akkor az Alice a Royalban dolgozott. Aha. És tulajdonképpen én először ott ismerkedtem meg, ismertem meg, mint pincér, nőt,
és később aztán összebarátkoztunk Meződi Józseffel, mint az apostol énekesével, a Várklubban egyébként, és akkor kiderült, hogy ők már pár. Tehát egy nagyon érdekes kacifántos történet volt, aztán összebarátkoztunk, később szegről végről családi kapcsolat is lett belőle, és barátság, úgyhogy gyakorlatilag a zenész pályámat ugyanúgy végigkíséri a Meződi családdal való kapcsolat, és természetesen az összes élethelyzetüket ismerem, tudom, ismerem az előző helyeiket is, ahol ők dolgoztak, illetve ami aztán az övék lett, és a remisz tulajdonképpen már akkor készült, amikor mi már nagyon... ...vétel kapcsán futottunk össze ezen a helyszínen, hiszen itt ide jöttél reggelizni, ebédelni? Valamit benéztem a törzshelyemre. Mitől válik egy törzshely valakinek a törzshelyévé? Ugye most itt a remiszben vagyunk, azért áruljuk el a kedves nézőknek, de ez azért is érdekes, mert én egy párhuzamot szeretnék vonni a generálos időszak törzshelyei között, hogy oda hogyan szoktak oda az emberek, és hogyan szoktak rátok, illetve hogyan szokik oda valaki valakihez, vagy egy társasághoz. Ez, hogy így fölmerült, nagyon érdekes. Tudnélik, az, hogy régen mi volt a törzshely, és az, hogy ma, a két dolog között van összefüggés, mégpedig Meződi Aliz. Tudnélik, amikor a Royal volt a zenészeknek a törzshelye, meg az Erzsébet söröző, ez nagyon régen volt, meg a 60-as évek végén, 70-es évek azóta elején. Azóta egyik sincsen. Már nincsenek, igen. A forgatási helyszínt az immár 25 éve működő Remiz étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. Paul Lillát a krizó csillogó ékszerei varázsolják még elragadóbbá. A műsorvezető frizurája a Pomádé Szalonban készült. A Lillás reggeli a Facebookon is elérhető. facebook.com/lillásreggeli A műsor média partnere a Pécs Rádió. Lillás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség, egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés, és a háziasszony, Paor Lilla. Zenei karrierjét a Magyar Rádió gyermekkórusának tagjaként kezdte 1990.